Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Ragoncs Erita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Készül a költözésre a megyei könyvtár, komoly logisztikát kíván. A fűtési szezon veszélyei fokozott elővigyázatosságra ind a hatóság. Szakmák vására Dombóváron rekordszámú látogató volt az eseményen. Halloween, bonyhádi iskolások ünnepeltek. Hamarosan beköltözhet a Szekszárdi megyei könyvtár a Tudásközpont épületébe, és ezzel egy több mint fél évszázados állam válhat valóra, hiszen a háború után az országban elsőként 1961-ben itt épített könyvtár néhány év alatt kinőtte falait. A költözés azonban komoly logisztikát igényel, melynek előkészületei már hónapok óta tartanak. Ha minden a tervek szerint történik, jövő tavasszal költözik Szekszárdon a megyei könyvtár. Réjes Gyula könyvtárnak 360 ezer dokumentuma van a leltárban. Ezzel készülünk átköltözni a Tudásközpont épületébe. Az épület augusztus óta kész. Az építkezés vezető záév emberei, szakemberei már levonultak a terepről. Most folyik éppen a könyvtár bútorzatának a beszerelése. A hajdani laktanya helyén épülő Tudásközpont most már az új könyvtárnak és a megyei levéltárnak is helyt adó épület, melyben már a befejező munkálatok folynak. Kiszámoltuk, hogy becslés alapján a könyv átlag súlyával számolva, a dokumentum nagysággal felszorozva, leemelés, visszarakás mit jelent? Ez azt jelenti, hogy több 10 tonnát kell megmozgatni, míg az összes dokumentum a helyére kerül. Azzal a különbséggel, vagy azzal a megszorítással, hogy ez nem egyszerű fizikai munka, tehát hogy ezt nem lehet segédmunkásra, vagy egy erős emberekre rábízni önmagában, mert itt fönn kell tartani a könyvtári szakrendet. A világ az arról szól, azt látjuk, hogy a könyvek jelentősége megmarad, akkor viszont jó raktárt kell csinálni, és ez a tömör raktár, ez lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebb helyen, a legsűrűbben összerendezve a könyveket jól el tudjuk helyezni őket. Azon már hónapok óta dolgoznak, hogy mi kerüljön a Tudásközpontba, mondja Liphauser János, az Éjes Gyula megyei könyvtár igazgatója. Nem lesz hőmérsékleti korlátozás a közintézményekben az idén télen, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A szaktárca közleményében emlékeztettek arra, hogy a nemzetközi energiaválság okozta ellátási bizonytalanságok miatt egy tavalyi kormányrendelet előírta, hogy a kormányzati és egyéb költségvetési szervek intézmények helyiségei legfeljebb 18 fokos léghőmérsékletig fűthetők fel. A jelenlegi kedvezőbb ellátási helyzetben a korlátozás további fenntartása nem indokolt. A kapcsolódó rendelkezéseket ezért az energiaveszélyhelyzeti operatív törzs javaslatával összhangban hatályon kívül helyezi a kormány. Az idei fűtési szezonban így az általános munkavédelmi szabályok alkalmazandók a helyiségek hőmérsékletére. A fűtési szezon legjellemzőbb káresetei a kéménytüzek és a szénmonoxid mérgezéses esetek, amelyek a legtöbbször a tüzelőfűtő berendezések, valamint az égéstermék elvezető rendszerek helytelen használata, nem megfelelő karbantartottsága miatt következnek be. Ezért fokozott előfigyelzetosságra hívja fel a figyelmet a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Minden évben október 15-én indul a fűtési szezon. A balesetek elkerülése véget érdemes átnézni a fűtőberendezéseket, gondoskodni karbantartásukról. Ha lehetne egy ilyen hármas aranyszabályt felsorolni a téli időszakra vonatkozóan, mint így jó tanács a lakosoknak, akkor az a gyakori szellőztetés, tehát a friss levegőről folyamatosan gondoskodjanak, a tüzelőfűtőberendezést feltétlenül minden évben vizsgáltassák át egyébként egy szakemberrel, valamint a kéményeket is a szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében évente vizsgáltassák felül, még gázüzemű tüzelés fűtőberendezés kapcsolatában pedig két évente végeztessék el ezt a karbantartást. A kéményseprőket egyébként a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt lehet elérni. Nagyságrendileg 2-3 hetes átfutási idővel kell számolni.
Ezért a katasztrófavédelem munkatársai kérik a lakosságot ezek minél előbbi átvizsgálására. Ezek a sziasztakályhák, ezek pedig nyílt égésterű tüzelőfűtőberendezések minősülnek. Nagykondiban is egyébként a közelmúltban volt erre példa, hogy például ez szolgáltatta az otthon melegét olyan formában, hogy a konyhába telepítették ezt az eszközt, valamint kinyitották az ajtókat, és miután elhasználta egyébként ez a készülék a szobában a levegőjében található oxigén, innentől kezdve a szénmonoxid is mint veszélyes gáz, mint láthatatlan gyilkos, ezzel is számolnunk kell, tehát itt is nagyon fontos ezért is, amit említettem, a szellőztetés. Tanácsos egy jó minőségű szénmonoxid érzékelőt beszerezni, a nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert nem biztos, hogy időben jelzik a problémát, emellett egy hamis biztonságérzet illúzióját teremtik meg. Nem a kormány, hanem az Európai Bizottság mondja, Európa egyik legnagyobb gazdaság fehérítését hajtotta végre Magyarország 2010 óta. Hívta fel a figyelmet pénteki bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter. Mint kiemelte, az Európai Bizottság tanulmánya szerint a be nem fizetett áfa aránya 22,3%-ról 4,4%-ra csökkent Magyarországon 2010 óta. Ez a negyedik legnagyobb mértékű javulás az uniós tagállamok között. A magyar áfaérés jóval kedvezőbb a 10,8%-os régiós és a 7,4%-os uniós átlagnál is. Ez azt jelenti, hogy eredményes a kormány adópolitikai alapvetése, amely szerint az adókat nem növelni, hanem beszedni kell. A gazdaság fehérítő intézkedéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a visszaélések száma, többen fizetnek kevesebb adót, amelynek legnagyobb nyertesei a tisztességesen működő vállalkozások, hangsúlyozta Varga Mihály. Szakmák vásárát tartotta a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházy Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium Dombóváron. Az eseményt már egy évtizede rendezi az intézmény. A pályaválasztás előtt álló diákok standoknál próbálták ki a különböző ágazatok tevékenységeit. Szakmai, nyílt napot tartott Dombóváron a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházy Miklós Technikum Szakképzőiskola és Kollégium. Az ide látogató 7-es és 8-os gyerekek tanműhelyeknél próbálták ki a különböző ágazatok tevékenységeit. Rekordszámú látogató volt a programon, mondta Bükösdi Olga, igazgató. 220 általános iskolás jelent meg ezen a rendezvényen. Szakcs, Kocsola, Mágocs, Vásárosdombó, Kaposzekcső, a két dombovári általános iskola, tehát tulajdonképpen idén mindenhonnan elhozták a tanulókat ide, minden általános iskola megjelent, sőt, ovisok is vannak, van nekik is vetélkedő, tehát igyekszünk ezt egy olyan nagy rendezvényé alakítani, ami a város életében is egy komoly színfolt lehet. A rendezvényen többek között az építőipari, faipari, gépészeti és a szépészeti ágazat szakmáit is megtekintették az érdeklődők, mondta az igazgató. Igyekszünk nagyon-nagyon széles spektrumot mutatni a gyerekeknek, és igyekszünk a nagyon-nagyon jó tanulóknak is lehetőséget adni, és azoknak is, akik egy kicsit lassabban érnek be arra, hogy középiskolások legyenek, nekik ajánljuk az orientációs osztályunkat. A fodrász tanműhelynél a látogatóknak új frizurát készítettek. Azért választottam igazából ezt a szakmát, mert itt ki lehet élni a kreativitásodat is, és én nagyon imádtam mindig hajakat csinálni, úgy kiskorom óta megszállottságom volt az, hogy hajakat csináljak. Az iskola a jövőben is tervezi megtartani az eseményt. Az idén 6. alkalommal szervezték meg a szezonzáró motoros gurulás Tolna vármegye útjain elnevezésű rendezvényüket az Aliszka Legenc Motoros Baráti Társaság tagjai. A látványos felvonuláson több mint 350 motoros vett részt Tolnából és a környező vármegyékből. A résztvevők Szekszárdról indultak Tolna, Fad, Dombori, Fad és Dunaszentgyörgy érintésével, majd visszafordultak és Szálkára érkeztek meg. A látványos felvonulást a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának motorosai és autós járőrei, valamint a Szekszárdi Polgárőr Egyesület motoros tagozatának polgárőrei biztosították. A résztvevők ezúttal a jótékonykodás jegyében is gurultak. Az Esőmanók Tolna megyei autistákért egyesület részére szerveztek adománygyűjtést.
A munkanélküliek száma 2023. szeptemberében 191 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,9% volt, jelentette be pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A 2023. július-szeptemberi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek száma 22 ezerrel 200 ezerre, míg a munkanélküliségi ráta 0,4% ponttal 4,1%-ra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A férfiak körében a munkanélküliek száma 104 ezer volt, munkanélküliségi rátájuk 0,2% ponttal 4,1%-ra emelkedett. A nőknél a munkanélküliek száma 96 ezer volt, munkanélküliségi rátájuk 0,6% ponttal 4,2%-ra növekedett. A munkanélküliségi ráta Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb, 6,8%, Budapesten pedig a legalacsonyabb, 1,9%. Halloween-i napot tartottak a Bonyhádi Széchenyi István iskolában. A gyerekek tököt faragtak, szellemházban rémizgették egymást, és jelmezbe öltöztek. A nap zárásaként közösen körbefutották az intézmény épületét. A Halloween-t ünnepelték a Bonyhádi Széchenyi iskolában. Az eseményen a gyerekek jelmezekbe öltöztek, tököt faragtak és szellemházban játszottak. Az intézményben fontosnak tartják felidézni az angol száz hagyományokat, mondta Steiner Krisztián igazgató. Nyilván minden ünnep ez is megosztó. Mi azt gondoljuk, hogy minél több hagyománnyal kell megismerkedni, felidézni, aztán mindenki eldönti, hogy melyiket követi. Az angol nyelvterülethez ez hozzátartozik, tehát én azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból természetes, hogy mi is foglalkozunk vele. Az esemény lényege a pozitivitás, és hogy a gyerekek jól érezzik magukat, mondta az igazgató. A naphoz kapcsolódóan egy tökfaragó versenyt is meghirdettünk, 36 alkotástök érkezett be, és ezek közül a zsűri 20-at tudott díjazni. Itt is elsősorban arra mentünk, hogy ne egy versengés legyen, hanem egy ilyen játékos, vetélkedő, a gyerekek örömmel csinálták, mi pedig örömmel díjaztuk őket. A programokban alsós, felsős diákok és tanáraik együtt vettek részt. Csontváznak vagyok beöltözve, és jó volt a napom. Bementünk a szellemházba is. Még volt itt táncolás, meg futás. A futás végén a gyerekek cukrot kaptak ajándékba. Az iskola a jövőben is tervezi megtartani a szokást. Regionális híreink következnek. Minden szerető pécsi ember kötelessége 56 hőseinek emlékét ápolni, sajtótájékoztatót tartott a pécsi Fidesz frakció. A kormányhivatal is részt vesz a megelőzésben, a nőket érintő szűrővizsgálatot népszerűsítik. Az országos szakkiállításon nyerte a Baranyai Szörp, kiválósági díjat kapott a Diósviszlói fal. Minden szerető pécsi ember kötelessége 56 hőseinek emlékét őrizni és továbbadni azt. A pécsi Fidesz frakció újabb sajtótájékoztatót tartott az 1956 hősei emlékének ápolása céljából. A gondolatok továbbadása Pécs bányán történt, Málics Otto a 25 évesen elhunyt 56-os fiatal sírhelyénél. Helyi 56-os hőseink emlékének ápolása minden szabadság szerető pécsi kötelessége, hangzott el a pécsi Fidesz nevében Muzs Zoltán önkormányzati képviselőtől. 1956. október 23-a történelmi jelentősége abban a hősiességben leledzik, hogy a háborús megszállás és diktatúra alatt szenvedő magyarság felkerését jelenti tulajdonképpen az akkori kor egyik legnagyobb katonai hatalmával szemben a magyar szabadság és nemzeti szuverenitás érdekében. A jobboldali képviselő 1956 legfontosabb örökségére hívta fel a figyelmet. 56 legfontosabb történelmi öröksége, hogy tanulságát teszi a bennünk magyarokban meglévő, szavakkal leírhatatlan szabadságvágynak. Éppen ezért minden 56-os emléket, legyen az egy fontos relikvia, emlékhely vagy kordokumentum, kötelességünk óvni és védelmezni, hogy emlékeztessék nemzetünk eljövendő generációit. Pécs különböző pontjain, ahol az egyetemi és városi események alkotta hosszú láncolat, egészen a forradalom leverését követő mecseki ellenállók harcáig kalauzol bennünket, különösen fontos feladat az emlékek őrzése, hangsúlyozta Muzs Zoltán, a pécsi jobboldal képviselője.
Ezért is szeretnénk elmondani a pécsieknek, hogy amennyiben részünkre szavaznak bizalmat jövőre, akkor a jelenleg meglévő 56-os kegyeleti helyek gondozásán túl 2024-től tovább bővül majd az azon emlékpontok sora, mely 56-os Pécs hőseinek történetét mesélik el. A pécsi Fidesz frakció önkormányzati képviselő gondolatait annak a fiatal forradalmárnak a sírjánál mondta el, aki 1956. november 14-én kapott halálos fejlővést a pécsváradi rendőrös ostroma során. A 24 évet élt Málics Otto, a Mecseki Láthatatlanok egyik legkiemelkedőbb katonai vezetője volt. A pécsi hős sírja a Pécsbányai köztemetőben található. Tájékoztatóját a hős sírjánál mondta el a jobboldal képviselője. Fontos szerepet vállal a kormányhivatal az egészségügyi prevencióban, erről beszélt a szervezet főigazgatója. Müllerné Juhos Bernadett kiemelte, hogy október a merrák elleni küzdelem jegyében telik, ezért most a nőket érintő szűrővizsgálat akár életmentő fontosságára hívják fel a figyelmet. A kormányhivatalok is részt vesznek az egészségügyi szűrővizsgálatok szervezésében, népszerűsítésében, illetve a megelőzésben. Októberben a nőket érintő merrák elleni küzdelem kerül előtérbe, mondja a hivatal főigazgatója. A kormányhivataloknak feladata, így a Baranya vármegyei kormányhivatalnak is feladata a prevenció, az egészség megőrzés. Ez a népegészségügyi főosztályunk, illetve járási hivatalaink, népegészségügyi osztályaink keresztül valósul meg. Az egyik kiemelt feladata a tiszti orvosi, tiszti főorvosi feladat és hatáskörnek az, hogy erre felhívjuk a figyelmet, illetve hogy megfelelő módon tájékoztassuk az embereket arról, hogy milyen fontosak a szűrővizsgálatok. Többféle szűrővizsgálatot végeznek. Most a mammográfia, vagyis az emlő képalkotásos vizsgálata a kiemelt ebben a hónapban, mondja a főigazgató. Most természetesen október hónap a merrák megelőzése jegyében zajlik, ezért most kiemelten erről beszélünk, de ugyanúgy fontos a többi szűrővizsgálat is, amelyek évente, két évente, tehát vizsgálatonként, változó időszakonként rendszeresen fontos lenne, hogy megtörténjenek. Ezek közül valamelyik életkorhoz van kötve, és valamelyik nem. A mammográfia is életkorhoz van kötve, de a fiatal nőknek is van lehetősége, hogy részt vegyenek ilyen vizsgálaton. Hogyha valaki ezt nem vesz igénybe, és eléri a 45 éves életkort, akkor erre az ország a népegészségügyi központon keresztül fel is hívja a figyelmet, hogy elmenjen, és ott pedig évente vagy két évente, tehát a vizsgálat eredményétől függően vissza fogják hívni. Ezek a vizsgálatok ingyenesek, fájdalommentesek, és hát éppen ezért nagyon célszerű ezeket igénybe venni. Hiszen életmentő lehet a szűrés, mondja a főigazgató. Hazánkban az adatok alapján minden 11. nőnek lesz emlődaganata. Ezért fontos részt venni a rendszeres szűrővizsgálatokon, ahol már korai stádiumban felismerhető a betegség, és így megnő az esélye a gyógyulásra. A legjobb lett a szörpök között az a diós viszlói termék, amelyik az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron indult a versenyben. A levendula szörpöt vakon kóstolták a zsűritagok, és így került a díjazottak közé. Ezzel a termékkel is sikerült megmutatni, hogy milyen minőségi élelmiszereket állítanak elő a vármegyében. Ezt az oklevelet nyerte a Diós Viszlói családi gazdaság levendula szörpje Budapesten. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron a kézműves kiválóság díját kapták. Először a megörökölt kertben kezdtek el termelni. Férjemnek az ötlete lett a levendula ültetvény. Innen jött az, hogy hát mit kezdhetnénk a levendulából. Megpróbáltuk a szörpöt, nagyon sokáig kísérleteztünk vele, körülbelül 4 évig, mire ezt az ízvilágot megtaláltuk, és hát az ott található régi gyógynövényeket is megpróbáltuk szörpnek új formában előállítani, mint például bodzaszörp, megyszörp, fekete faeper, levendulás fekete a faeper, eperszörp és levendulás szilva. Jelenleg már 7 hektáron gazdálkodnak. Céljuk, hogy egészséges termékeket állítsanak elő természetes alapanyagok felhasználásával. Munkájukat segíti a baranyai termelőkért és kézművesekért egyesület, akik benevezték a gazdaság szörpjét a megmérettetésre.
hiánypótló a tevékenységünk, hisz mi a piacra jutásukat segítjük, ugye így a rövid ellátási láncban mi vagyunk azok a köztes, akik ugye a termelő, kézműves, illetve a vásárló között van, illetve mivel mi szervezzük a termelői és kézműves piacokat is, így ugye összehozzuk, közvetlen kapcsolatot is ki tudnak alakítani a vásárlók és a termelők, és ez nekünk a legnagyobb elismerés, hogy vannak olyanok, mint például most a Fritz Móni is a családjával, akik országos elismerést kaptak a munkájukért. A helyi agrárkamara is csatlakozott a baranyi termelők segítéséhez. 10 évvel ezelőtt Baranyában nem a kistermelőké volt még a főszerep, hál' Istennek egyre több kistermelő áll neki azon gondolkodni, meg termelő áll neki azon gondolkodni, hogy struktúrát vált, és minél több kézműves terméket állítanak elő. Mi ezt nagyon üdvözlendőnek tartjuk. A Baranyai Megyei Egyesülettel, a Baranyai Megyei Termelőkért Egyesülettel szintén közösen összefogva azért dolgozunk nap mint nap, hogy minél több ilyen termelő piacra tudjon jutni. A piacra jutásban nagy segítség a Baranya Vármegyei Önkormányzattal közösen üzemeltetett árusítóhely a Pécsi Vásárcsarnokban. A kincses Baranya elnevezésű pultban a helyi termelők árui kaphatók, köztük azok is, amelyek már bizonyították kiválóságukat, mint a diósbisztói levendula szörp. Végül mutatjuk Tolna Vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Készül a költözésre a megyei könyvtár, komoly logisztikát kíván. A fűtési szezon veszélyei fokozott elővigyázatosságra ind a hatóság. Szakmák vására Dombóváron rekordszámú látogató volt az eseményen. Halloween, bonyhádi iskolások ünnepeltek. Szombatra legyengül a szél, alapvetően napos, illetve változóan felhős idő lesz a meghatározó. A felhőzetből előfordulhatnak szorványosan gyenge záporok, de egy-egy zivatar sincs kizárva. Éjszaka általában nyugodt, eseménytelen időre lehet készülni. Vasárnap hétfőn élénk, erős délnyugati széllel továbbra is az évszakos átlagnál enyhébb levegő áramlik térségünkbe. Időnkénti felhősödések melletti napos, csapadékmentes idő valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!